egy villanyfényben jutott, illetve motorok üvöltésétől volt hangos. Véget ért idére sajnos a 13. méretházi terepről. De hogy mi volt itt pontosan az elmúlt pár órában, azt most bemutatjuk meg. Utolsó versenyem a Kawasakival. Komolyan mondom, meglepődtem magamon, a motorom, mindenen, hogy így megy. Ez az igazi régi Tóth Ádám, amikor semmi nem számít, aztán gyerünk. A nyíregyházi teremcross egy különleges verseny. Ma már sehol nem rendeznek fapadlós supercross futamokat. A nyírségi küzdelem minden évben megtölti a bújtosi szabadidőcsarnokot. Az óriási érdeklődés ellenére azonban majdnem elmaradt az idei buri. Nagyon magas költségvetése van ennek a versenynek, és október 1-én találtunk egy olyan szponzort, aki, fogalmazunk úgy, megmentette a teremcrosst. A rendezvény fényét az olyan hazai motorosok emelik, mint a 6-szoros motocross bajnok ifjabb Borka János, aki számtalan sikert átélt ebben a sportcsarnokban, és idén is a profi mezőny legesélyesebbjének számít. Hát már gyerekkorom volt a motorozom itt ebbe a teremben, akkor egy kicsit másképp volt a pálya, sokkal szűkebb, nem volt ilyen lendületes. Szerintem így jól berelázottam, meg tényleg tetszik az egész dolog. A nemzetközi profi mezőny mellett minden évben helyt kapnak a rajtrácson az amatőrök is. Ebben a kategóriában Lánci Sándor a hazai favorit, még úgy is, hogy az elmúlt években üldözte őt a bal szerencse. Az idei felkészülése sem volt zöggenőmentes. 4 napja így edzegettem így erre, és volt egy enyhe agyrázkódásom fejre estem, és nagyon döcögösen indult ez az egész. Gondolkodtam, hogy nem is jövök el, meghúzódott a nyakam, a 4 hónapi eltört csuklom szintén kapott. Az idei teremcross újítása a pitbike kategória. Hosszú lobby munka előzte meg ennek a fiatal szakágnak az indítását. Nem nagyon vettük őket komolyan, aztán gyerekek erősködtek, hogy de, szeretnének jönni, és azt mondtuk, hogy oké, rendben van, és a 80-asokkal együtt indítottuk őket. Az idei viadal egyúttal Tóth Ádám búcsú versenye is. A hazai és nemzetközi motocross, illetve szupermoto versenyek meghatározó alakja úgy döntött, a nyíregyházi derbi után befejezi az élsportot. Innentől kezdve meg majd jön az a történet, hogy fiatalok, és remélem, hogy azok hasonlóképpen tudnak majd produkálni, mint ahogy én. Köszöntöm a kedves nézőket innen a nyíregyházi bújtosi szabadidőcsarnokból. Ahogy láthatták, fergeteges a hangulat itt. Az év legutolsó és egyben legőrültebb terepversenye vár ránk a következő csaknem fél órában. Ez pedig a minden évben megrendezésre kerülő teremcross. Hogy mit pontosan a teremcross, arról lesz még időnk beszélni bővebben. Na de nézzük már is közvetítésünk első felvonását, a szupermoto kategória vasárnapi döntőjét. Ugye a nyíregyházi teremcross egy 2 napos rendezvény, mi most csak a vasárnapi, az utolsó nap történéseit tudjuk megmutatni. Nagyon rangos mezőny jött össze idén minden kategóriában, rengeteg a külföldi versenyző, ebben a mezőnyben például ott találjuk a 99-es rajtszámú motoron Dani Müllert, az Európa bajnokot. Na de itt van nekünk 2 magyar fiú is ebben a mezőnyben, ahogy hallhatták is a felvezetőben, az utolsó versenyére készülő Tóth Ádám 11-es motoron, és Kénye Lágoson a 126-os Yamahán itt hozzánk legközelebb láthatjuk. A 2 fiú nagyon jól ment az edzéseken, ők kibérelték maguknak az első 2 pozíciót, így ők választhattak rajtgépet legelőször. Ádámnak jól sikerült a szombati napja is, fölényesen nyerte a szombati nap küzdelmeit. Hénye Lágostont viszont sajnos a technika ördöge megfosztotta a jó eredménytől. Na de majd most ki lehet köszörülni a csorbát, a mezőny maradéktalanul felsorakozott a rajtgép mögé, és pillanatokon belül útjára indul a 13. Sunshine Rádió nyíregyházi teremcross verseny. Feszült várakozás a rajtgép mögött, a 11-es számú motoron tehát Tóth Ádám, a 126-oson pedig Hénye Lágoston. És ebben a pillanatban eljött a mezőny Hénnyel, és Tóth is jól kapta el a rajtot. Hénnyel fordulhat talán elsőként, és tömegbukás! Ott van Tóth Ádám is, és ott van Hénye Lágoston is. Mindkét magyar fiú elvérzett az első kanyarban. Tóth Ádám összeakadt a 121-es rajtszámú szlovén versenyzővel. Nem sikerült neki úgy elindulnia, ahogy Hénye Lágostonnak, ráadásul a Hondája is lefulladt, rúgja Ádám, de nem akar elindulni az a gép, na végre! De közben a mezőny már befejezte az első körét.
A többszörös Európa bajnok Dani Müller diktálja a tempót az élen, mögötte Hanson Schruff igyekszik a 112-es Kuzabergen, majd a farkasember következik Román Repa személyében. Hát elképesztő, hogy milyen figurák indulnak el ezen a versenyen évről évre. Na de félre a tréfával, lássuk, hogy hol vannak a magyar fiúk, Hényel és Tóth. Egyelőre nem kerülnek képernyőre, Hényel talán az 5.-6. helyen motorozhat, Tóth Ádámnak viszont láttuk, hogy az utolsó helyről kell felküzdenie magát és valamilyen csodát tennie ezen az elképesztően szűk és csúszós talajon, ahol szinte lehetetlen az erőzés. Egy újabb kör fejeződik be, az állás pedig változatlan. Müller, Schruff, Repa, és itt van Hényel Ágostor is, a negyedik helyért küzd Christoph Töglhoferrel. Hényel egy tapasztalt versenyzőnek számít itt Nyíregyházán, nem kell őt félteni, ha lát egy kis rést, azonnal be fogja tenni oda a motorját, ebben biztos vagyok. És közben itt vagyunk Hényel Ágoston fején, a myactionkem.hu jó voltából mutatjuk meg ezeket a szenzációs belső kamerás felvételeket, ahogyan éppen igyekszik át a Tevehátnak nevezett akadályon Hényel Ágoston. És így jövünk vissza az alagútból a nagy asztalra, a szenzációs felvételek ezek, kérem szépen. Talán egy kicsit visszaadnak abból a hangulatból, amit a versenyzők átélhetnek itt ezen a faborításon, és itt van a sűrűjében Tóth Ádám. Ketten már mögötte vannak, ami jó hír, de még legalább négyet kellene előzni Ádámnak a hátra levő hat körben, ha az összetett győzelmet is beszeretné zsebelni a visszavonulását jelentő versenyen. A teremkosz szabályai szerint ugyanis a két nap összesítéséből születik meg a végső győztes, aki az európai Supercross versenyekhez hasonlóan a Nyíregyháza királya címet viselheti majd egy teljes évig. Tóth Ádám irgalmat nem ismerve megy át a mezőnyön, most éppen Radek Dobiászt hagyta faképnél, és már feljött az 5. helyre. Már csak Hényel Ágoston és Román Repa van vissza, akit meg kellene előzni ahhoz, hogy övé legyen az összetett győzelem. A két élmenő, Müller és Ruff már lőtávolon kívül esnek. Itt jönnek ők ketten, őket mutatja a kamera, Müller és Ruff vezeti tehát az élbolyt. Az őket követő Töglhoferrel és Michael Schafferekkel nem kell foglalkoznunk, ők már egy kör hátrányban vannak az élmenőkhöz képest. Közben Hényel Ágostorra vált a kamera, aki mögött már feltűnik Tóth Ádám. Na vajon leállnak-e egymással birkózni a magyarok? Vagy Hényel önzetlenül átengedi a negyedik pozíciót a sokkal tapasztaltabb honfitársának? Most jön az alagút, Hényel szemszögéből látjuk a pályát, és igen! Nem állít akadályt Tóth elé Hényel Ágoston, így már csak Román Repán kellene valahogy átverekednie magát az elkövetkezendő pár körben Tóth Ádámnak. Jaj, de jó kis futam most ez! Nyilván nem ilyen stresszes befejezést képzelt el magának Tóth Ádám. Elképesztő az a tempó, amit diktál ezekben a pillanatokban, és már ott van, kérem szépen, Román Repa hátsó kerekén! Meg lehet az összetett győzelem, ha nem hibázik már a magyar fiú. Közben a rajtot látjuk ismételve. Hényel valami elképesztő tempóban és reakcióidővel jött el a rajtól. Tóth Ádám egy kicsit bealudt, de a Honda rejt kihasználva ott volt már az első féktávon az élbolyban, és ott Mihály Szolik billentette ki az egyensúlyából, és borult ott már mindenki, mint a dominó. Hényel Ágoston volt az ártatlan szenvedője ennek a balesetnek, itt pedig Hényel szemszögéből még egyszer az ütközés. Puff, ennyi volt. Az utolsó körét kezdte meg ebben a pillanatban Tóth Ádám, aki annak ellenére, hogy nem volt esélye a végső diadalra, nyugodtan tekinthető a vasárnapi nap győztesének is, hiszen nem minden napja az a teljesítmény, amit ebben a 10-körös futamban nyújtott. Az utolsó helyről, a legeslegutolsó helyről küzdötte fel magát a harmadik pozícióba ezen a pályán, ahol szinte lehetetlen az előzés. Már csak a nagy asztal van vissza, időközben Müllert és Ruffot leintette a kockázászló, ahogy ebben a pillanatban Tóth Ádámot is, aki 2010-ben Nyíregyháza királya lett a Supermoto kategóriában. 2008 után nyerte meg ismét a Nyíregyházi teremkoszt Tóth Ádám. Úgy gondolom, hogy ennél szebb búcsúajándékot nem tudott volna elképzelni magának. Íme a vasárnapi nap hivatalos végeredménye: Dani Müller, Hanson Schruff, Tóth Ádám, Hényel Ágoston, Román Repa, Radek Dobiász, Mihály Szolik, illetve Chris Töglhofer a legjobb 8. És akkor most halljuk a harmadik helyezettet, Tóth Ádámot, hogy ő hogyan látta belülről ezt a versenyt. Gondoltam, hogy lesz valami galiba egyébként, tehát valahogy éreztem, megérzi az ember, de ekkorára nem számítottam, hogy mondjuk így összeborulunk ott 3-4-en. Meg azt is gondoltam, hogy sokan esünk, hogy visszaintik egyébként a rajtot, de aztán láttam, hogy nem igazán történik ilyen, tehát sokan el tudtak még menni, úgyhogy akkor onnantól kezdve rúgtam a gépet, nem indult olyan jól, ahogy gondoltam. Lement a redőny nagyon? Le, most le. Tehát belülről ez jó volt, tehát hogy harmadik lettem, az eredményidőleg nem jó, de belülről a menés az tetszett nagyon. Tehát most az igazi régi Tóth Ádám, amikor semmi nem számít, aztán gyerünk. És akkor íme ez az összesített végeredmény. Tóth Ádám lett az első, aki éppen hogy meg tudta előzni az Európa-bajnokot, Dani Müllert, 2 ponttal csupán.
Struffé lett a bronzérem, a másik magyar fiút Hényen Lágostont a hatodik helyen találjuk, ugye egy balszerencsés szombati nap, illetve egy még balszerencsésebb vasárnapi napot követően. Már is jövünk a profi crossosok fináléjával, de előtte egy rövid kereskedelmi szünet. No és akkor jöjjön a teremcross csúcspontja, a profi motocross kategória vasárnapi döntője. A mezőnyben ott van az idei MX1-es bajnok, Borka János, őt a jól megszokott 266-os rajtszámú Kawasakin láthatunk majd, de a magyarokat képviseli még ebben a mezőnyben Hujber Péter, Lengyel István, Lauko Mihály, illetőleg a 9-es rajtszámú motoron Léci Balázs, no ő sem kis név, hiszen 2009-ben az MX2-es kategória magyar motocross bajnoka volt. A motorok felbőgtek, a rajtgép lecsapódott, és akkor hadd szóljon! Markus Eignert látom, ott ő fordulhat elsőnek. Nem, elrontott az első féktávot, ezt pedig kihasználta Hujber Péter, és az érre állt. Borka Jani a közösség kedvenc, a sokszoros nyíregyházi bajnok kicsit beragadta, a harmadik helyen láthatjuk most, akit most majdnem kilökött, Déci Balázs. Déci Balázs a 9-es rajtszámú Suzuki-n elvérzett rögtön az első gerenda soron, feltartva a 99-es rajtszámú Dani Müller. Azt a Dani Müllert, akit ugye a Supermoto versenyen láthattuk, hogy milyen szenzációs győzelmet aratott. Na de a crossosok ugye más nyomvonalon versenyeznek ám, nekik a középső teve hátat és a gerendes volt is teljesíteniük kell. Íme ezt látjuk most a képen, a myactioncamp.hu jóvoltávú utazunk most Borka Jani fején, ő mutatja nekünk a nyíregyházi teremcross nyomvonalát. Ott elől tehát Hujber, mögötte Eigner, aztán pedig Borka. Ahogy látható is ezeken a felvételeken, teljesen más vezetési stílust kíván ez a burkolat, ez a fa burkolat. Ezért aztán nem törvényszerű, hogy a jó crossosnak számító versenyzők itt is sikeresek tudnak lenni, hiszen a világon már sehol máshol nem rendeznek ilyen fapadlós supercross futamokat, csak itt Nyíregyházán és csak itt lehet gyakorolni már ezt a műfajt. Közben ezen a tevehát ugrónak nevezett akadályon Borka Jani lelépte Markus Eignert és Hujber Péter nyomába erett. Egy nagyon fontos dologról még nem beszéltünk, mégpedig len arról, hogy ez a finálé úgynevezett amerikai formátumban zajlik, tehát 5 kör múltán leintik majd a mezőnyt, a legeslegutolsó embertől elbúcsúzunk, majd elrajtol a mezőn újra egy következő 5 körös etapra, annak az etapnak a végén már 2 embertől búcsúzunk, és a végső győztes személye majd az utolsó, a harmadik 5 körös etap után lesz biztos. Akkor tudjuk meg, hogy ki nyerte a 13. Sunshine Rádió nyíregyházi teremcrosst. Nagyon izgalmas ez a formátum, legalább annyira izgalmas, mint az a csata, ami most Hujber Péter és Borka János között zajlik az arénában. Egyelőre nem tudja rutinját a saját javára fordítani Borka, el is szúrta most a nagyasztal utáni féktávot, pedig nem ezt szoktuk meg tőle. Hujber most egy lélegzetvételnyi előnyhöz jutott, no de Borkát sem kell ám félteni. Nála jobban senki nem ismeri ezeket a fapadlókat, hiszen itt volt mind a 13 versenyen. Háj, azért most nem szívesen lettem volna Hujber helyében, nem lehetett kellemes a nyerekben ülve, láttam azt nélkül végigvergődni ezeken a gerendákon. Jön a Mandiner és az újabb gerendasor, ahol Borka Jani nagyon él, és talán most a tevehátun el is tud menni Hujber mellett, de nem! Hujber zárja az ívet, visszaverte Borka támadásait, és továbbra is ő van az élen, amikor lassan belefordulunk az utolsó körbe. Ebben a pillanatban vette kezdetét az utolsó kör. Lássuk, hogy Hujber tudja tartani az előnyét, nem! Elrontott ezt a féktávot! Ez a kis hiba pedig elég volt Borkának ahhoz, hogy betegye mellé a motort és átvegye a vezetést. Vajon képes lesz-e válaszolni Hujber? Úgy látom, hogy nem. Borka sokkal rutinosabban teljesítette ezt a gerendasort, ezt pedig lélegzetvételnyi előnyhöz juttatta a 266-os rajtszámú Kawasakin versenyző fiút. De most itt a kép előterében valaki elesett. Ki az? Déci Balázs! Déci Balázs másodjára is elérzett itt a gerendaskoron. Hát azt hiszem, hogy megvan az első kiesünk akkor ezzel. Ebben a pillanatban Borka János megnyerte az első ötkörös etapot, de túl sok jelentősége ennek nincsen, hiszen jön egy következő ötkör, ott is bizonyítani kell. Előtte azonban megmutatjuk az amatőrök, illetve a pitbike-osok versenyeit egy rövid összefoglaló formájában.
Üde színfoltja volt az idei teremcrossnak a pitbike-osok és a 85-ösök versengése. Őket most először engedték fel a csúszós faburkolatra. Vasárnapra sajnos igencsak megcsappant mindkét mezőny. A 85-ösöknél Varga Imre egyedüli legény volt a gáton, a pitbike-osok közül pedig csak Csató Rihárd, Schreiner János és Vidovics Ákos vállalta a küzdelmet. Izgalmas csatát hozott mindkét összevont verseny a vasárnapi napon. Varga Imrét nem tudták megfogni a pitbike-osok, így egymással keménykedtek, ahogy ez a képernyőn is látható. A 85-ös kategóriát kihívó híján Varga Imre nyerte, aki örömében dobott egy hátast a leintés után, a pitbike-osoknál pedig Vidovics Ákos és Schreiner János diadalmaskodott. Idén is bebizonyosodott, hogy az amatőr motocross kategória csupán a nevében amatőr. Ezek a fiúk is épp úgy meghalnak minden centiért a pályán, mint profitársaik. Idén kimagaslott a mezőnyből a 72-es Suzuki ülő Lánci Sándor, akit ahogy a felvezetőben is hallhattuk, agyrázkódása, illetve sérült csuklója is hátráltatott. Ez egyáltalán nem látszott meg a motorozásán, minden futamban, amin elindult, fölényes győzelmet aratott, így megérdemelte lett az amatőr kategória királya 2010-ben. Szatyina Gábor végzett az összesítés második helyén, Jaksi Csaba pedig a bronzéremnek örülhetett. No és akkor a pitbike-osok és az amatőrök után következzék a profik második ötkörös etapja. Ezúttal az utolsó két embertől búcsúzunk. A 10 másodperces tábla már fent van, hamarosan útjára indul tehát az amerikai döntő második futama. Eigner megint jól kapta el a rajtot, de úgy látom, hogy Borkanának sikerült tanulnia az előző futamban elkövetett hibájából, és nem hagyta magát a külső ívre szorítani. Eigner, Borka, Sruffa sorrend tehát, Hujbert egyelőre a 4.-5. hely környékén látom. És Borka nem bíz semmit a véletlenre, ezen a gerendasoron már is megelőzte ellenfelét, és ő állt az érre. No, és hogyha már itt vagyunk Borka Jani sisakján, akkor lássuk, hogy hogyan teljesíti ezt a speciális nyomvonalat egy 6-szoros motocross bajnok. Egészen elképesztő felvételek, így belülről még őrültebbnek tűnik ez a verseny, mint a valójában. De úgy látom, hogy időközben Borka Jani már a közönségnek motorozik, bevárja ellenfelét, hogy legyen egy kis izgalom, mert hát azért tud ő ennél gyorsabban is motorozni ezen a pályán. Most, hogy egy kicsit lenyugodtak a kedélyek, talán tudunk beszélni Borka következő szezonjáról, hiszen szenzációs hírekkel szolgálhatunk vele kapcsolatban. 13 év után véget ér egy korszak Janika pályafutásában. Erről talán már értesültek a hardcore motocross fanok. 2011-ben már nem, a Kawasaki színeiben láthatjuk, egy félgyári Suzuki csapat szerződtette le őt, és úgy néz ki, hogy a motocross világbajnokság MX1-es kategóriájában indul majd Borka a következő szezonban, ami nagyon nagy szó. Januártól kezdődnek a tesztek, ez pedig azt jelenti, hogy nagyon keveset láthatjuk majd őt itthon. Valószínűleg a magyar bajnokságban is csak néhány futamon fog feltűnni, de még ez sem biztos. Az viszont biztos, hogy Csehországban és Belgiumban tölti majd az év nagy részét, és olyan bajnokságban indítja majd el a csapata, mint az olasz, a brit vagy a cseh sorozat. Ez mindenképpen egy óriási előrelépés számára, hiszen Németh Kornél az egyetlen magyar crossos eddig, aki elmondhatja magáról azt, hogy VB-s csapatban húzhatta a gázt, és most már Borka is ebbe a kategóriába tartozik. Ne feledkezzünk el egy másik tehetséges crossosról, Svoboda Bencéről sem, őt most nem láthatjuk itt a nyíregyházi teremcrosszon. Jövőre ő is külföldön teljesít majd szolgálatot a cseh LR Cosmetics csapatban, szóval ő is keveset fog itthon motorozni, és talán pár MX2-es világbajnoki futamon is találkozhatunk majd a nevével. Ez mindenképpen azt mutatja, hogy igenis van kereslet a magyar crossosok iránt, igenis számítanak rájuk az európai top csapatok, remélhetőleg a hazai helyzet is rendeződni fog hamarosan, és több pénzünk majd erre a csodálatos sportágra. Kár lenne érte, hogyha eltűnne a süllyesztőben. És ha már szóba került a jövő, akkor örömmel mondhatom, hogy a következő szezonban itt a testmotor.hu-n valamennyi motocross bajnoki fordulóról láthattok hosszabb, rövidebb összefoglalókat, szóval érdemes lesz ránk kattintani 2011-ben is. Ebben a pillanatban vette kezdetét az utolsó kör, Borka János klasszis motorozással, szinte a rajtól kezdve kontroll alatt tartotta a futamot, pedig aztán nem lehet biztosra menni ezen a talajon. Erről ő tudna órákat mesélni, hiszen elég, ha csak a 2008-as futamúgy ugrunk vissza az időben, akkor is hasonló mértékű előnyt játszott el egy rosszul sikerült ugrás miatt, aminek egy kiugrott váll lett a következménye. Szóval akármennyire is rutinos az ember, akár mekkora előnnyel is vezet,
minden egyes centire figyelni kell, mert könnyen meg lehet a baj ezen a csúszós fapadlón. Most értünk az alagútba, és már csak a nagy asztal van vissza. Egy kis móka a közönségnek, és ebben a pillanatban Borka János a második ötkörös futamot is megnyeri, Markus Eigner és Hanson Schruff előtt. Huyber Péter az ötödik helyen végzett, tehát ő is ott lesz a mindent eldöntő utolsó összecsapáson. Ebben a futamban Lengyel Istvántól és Dani Müllertől búcsúzunk. Ők nem folytathatják a küzdelmet. Hamarosan következik az amerikai döntő harmadik futama, de előtte kukkantsunk be egy kicsit a kulisszák mögé. Itt vagyunk a 13. nemzetközi teremcrosszon. Én bemutatom a motoromat, hogy mit kell átalakítani erre a versenyre, mert teljesen más motort igényel, meg más gumizást. Mert ugye fapadlón motorozunk. Igazából az első szembetűnő dolog az, hogy elől-hátul teljesen más gumi van. Elől egy ilyen triál gumival megyünk, ebből van többféle keverék, lágy, keményebb, meg egy ilyen kicsit közepesebb. Aztán, de ez igazából azért több évet is kibír, úgyhogy ebből nem kell mindig újat venni. Az első féktárcsa az mondjuk az nem árt, hogyha itt nagy, mert az eléggé melegszik, és akkor így jobban hűl. De ezzel megyek kint crosszon is, tehát nekem ugyanaz. Akkor a teleszkópokon annyit kell tudni, hogy egy picit keményebbre rakjuk a motort, mert elég meredek ilyen triálos ugrók vannak, és nem mozogjon annyit, meg hát gödör nincs. Úgyhogy nem kell, hogy túlságosan mozogjon. Kicsit hasonlítanám így a szupermotóhoz a beállításokat. Aztán jövünk itt hátrébb, itt van egy ilyen doboz, de ez ki miből, samponos doboz vagy ilyesmi, tehát ez elég ilyen, ez otthon is úfni tuning, de muszáj belerakni, itt az összes cső bele van vezetve külön a víznek, meg itt a karter, tehát mondjuk itt más nincs, mert ez nem karburátoros, de ha karburátoros, akkor az összes kis benzincsövet túlfolyod végig, be kell vezetni. Aztán áttételbe variáltunk, az rövidebb áttétel a szűk kanyarok miatt. Aztán a hátsó gumiról még annyit, vagy a hátsó kerékről, hogy az is egy teljesen más. Itt egy salaggumival most igazából szerintem a mezőnynek a 99%-a ilyen gumikkal megy, mert ez így bevált itt az évek folyamán, és egy teljesen jó. Mondjuk azért ebből nem árt minden évben egy másik, mert azért elég el tud kopni sok rajt, amerikai döntő. Úgyhogy azért ebből nem baj, hogyha van egy másik minden évben. Ez pedig már a harmadik, a mindent eldöntő ötkörös futam előkészületei. Itt már nincs kieső, akit elsőként leint a kockázászló, az nyeri meg a vasárnapi nap küzdelmeit ebben a kategóriában. Borka és Huyber is jól rajtolt, Markus Eigner azonban majdnem elesett attól a szalmabálától, ez kisebb fennakadást okozott az üldöző bolyban, így pedig el tudott szakadni a két magyar fiú, Borka és Huyber. Kíváncsian várom, hogy ezúttal is lesznek-e olyan izgalmak, mint az első futamban. Ez most abszolút Borkán múlik, hiszen ha akarja, akkor simán állva tudja hagyni Huybert. Ha viszont a közönségnek szeretne brusztolni egy kicsit, akkor bevárja ellenfelét. Vigyázni kell azonban, mert egy apró fókuszzavar is teljesen felboríthatja a verseny menetét. Borka most ki is intett Huybernek, szeretné, ha egy kicsit agresszívebben támadná őt az ellenfél. A célra fordító kanyarra nagyobb ívben fordult rá, ez elég volt ahhoz, hogy Huyber felzárkozzon. Borka, Huyber, Eigner és Ruff a jelenlegi sorrend. Varga Imre a főszervező feszülten figyeli az eseményeket, itt már ő nem tehet semmit, a pályán lévő fiúkon múlik most a buli minősége. Eddig nem lehetett panasz a küzdelmekre, hiszen minden kategóriában kitettek magukért az indulók, de most úgy látom, hogy Borka beleunt a sétamotorozásba és magasabb sebességre kapcsolt. Jön az alagút, aztán a nagy asztal, lesz-e flip-flak a közönségnek, így van, egy gyönyörű VIP formájában szórakoztatja a közönséget most Borka Jani. Talán most akkor lesz időm egy kicsit beszélni ennek a különleges versenynek a múltjáról, hogyha egy kicsit lenyugodtak itt a kedélyek. Mint ahogy korábban is mondtam, ma már sehol nem rendeznek ilyen típusú versenyeket, tőlünk nyugatra átvette a faburkolat szerepét a föld. Sokan is kérdezik a szervezőket, hogy akkor mi miért maradtunk meg mégis a Farostnál. Erre egészen egyszerű a magyarázat. Túl kicsi a bújtosi szabadidőcsarnok küzdőtere egy földes pálya kialakításához, és egyébként sem férnének be a földmunkaképek a bejáraton. Szóval tulajdonképpen a kényszer szülte, pontosabban a kényszer marasztalta ezt a műfajt az ország észak-keleti csücskében. De az ide kilátogató nézőket és az itt induló versenyzőket ez egyáltalán nem zavarja.
Kinek kell ide James Stewart, kinek kell ide Tony Cairoli, amikor itt vannak nekünk a mieink, őket kell szeretnünk, nekik kell szurkolnunk a versenyeken, hiszen valamennyien megérdemlik a biztatást. Gondoljunk csak bele, hogy mennyi munka fekszik egy-egy pályafutásban, amire néha bizony csak legyintünk egyet, vagy pedig különböző internetes fórumokon fejtjük ki a nyomdafestéket, nem tűrő véleményünket. Borka Jani időközben lassan már befejezi az utolsó kört is. Egy kis show a közönségnek, és ebben a pillanatban 100%-os teljesítménnyel megnyeri a 13. Sunshine Rádió Teremcross ifjabb Borka János, a második helyen pedig Hujber Péter végez. Íme a vasárnapi nap hivatalos végeredménye. Borka és Hujber azt gondolom maradéktalanul kiszolgálta a közönséget, de ne feledkezzünk el a többiekről, Laukó Mihályról, Lengyel Istvánról, Déci Balázsról és a külföldiekről sem, hiszen nélkülük nem lett volna ilyen jó az idei derbi. Ne menjetek még sehová, már is jön a bajnok nyilatkozata. Hát igazából az a kulcs szerintem, hogy itt motorozni kell rengeteget ezen a pályán, tehát itt csak versenybe tudsz tanulni. 13 éve motorozok ezen a pályán. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nem volt annyira meglepetés, de természetesen nagyon örülök, mert ebbe a teremcross műfajba semmi nem biztos, könnyen összeakadt, így is volt egy-két necces helyzet, úgyhogy az észen kellett lenni folyamatosan. Íme az összesített végeredmény, mint ahogy arra számítani lehetett, Borka János csont nélkül nyerte ezt, nem akadt ellenfele ugye egyik napon sem. Hujber Pétert is méltassuk egy kicsit, mert megérdemli, parádésan motorozott mindkét napon. Házonstruf lett végül a bronzérmes, Markus Eigner, Dani Müller, Jürgen Ranninger, Laukó Mihály, Lengyel István és Déci Balázs a további helyezettek sorrendje. Ennyi fért a 2010-es teremcross összefoglalóba. Nekem nem maradt más feladatom, mint elbúcsúzni. Reméljük, hogy jövőre is felbőgnek majd a motorok Nyíregyházán. Az idei derbi legszebb felvételeivel köszönök el. Az elmúlt, mint egy fél órában Nagy Norbertet hallottátok. A viszontlátásra, a viszonthallásra.